Köszöntöm nézőinket az ismerős stúdiójában. Itt van velem Sárközi János József, jó napot kívánok, kívánok, aki Tolna megye etnikai és kisebbségi koordinátora. Most egy picit családról, személyesebb oldalról fogunk beszélgetni. Szerintem kezdjük is onnan, hogy hogy milyen volt a gyermekkora, illetve hol nőtt fel. Hát, először is tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Egy köztudott az, hogy itt Szexárdon, illetve Tolna megyében, egy cigány a dinasztia családból származom. A családunkban mindaddig felhőtlen volt a, a család, Idil még édesapám meg nem halt, édesapám 1996-ban halt meg. Mondhatni legendás egyébként az ő tevékenysége Szexszerban. Igen, Tehát igen, még édes, ma is sokan, 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 Megmondom őszintén, sokan ő, ő utána ismernek engem az édesapámat mindenki úgy ismert az édes, és nem csak Tolna megyében, hanem talán az ország, de nyugodt, nem büszkeségképpen mondom, talán a, a Európában az egyik legnagyobb cigány vajda volt. Volt kitől tanulni, és hála Istennek bennem nagyon sok olyan gén maradt meg belőle, ami ugye azt a fajta tevékenységet folytatja bennem, hogy a szegény cigány családok érdekképviseletét látom el azóta, amikor meghalt. Én nem akartam politikai közéleti szereplő lenni, megmondom őszintén. Engem az ösztönzött arra, hogy az ő tevékenységét folytassam, mivel láttam, hogy ragaszkodva alkalmazkodnak a cigányok hozzá, és hallgatnak is rá, és tényleg tudta ösztönözni őket arra, hogy hogy viselkedjenek a cigány emberek, milyen körülmények között éljenek. És 1998-ban, amikor én elhatároztam azt, hogy az ő tevékenységét akarom folytatni, ugye a legidősebb gyerek vagyok a a Hányan családban. Van a é, apáról kilencen voltunk testvérek, de így négyen vagyunk testvérek. Én vagyok a legidősebb, és köztudott az, hogy roma családok körében mindig a legidősebb fiú örökli a cigányvajdaságot, és mivel én vagyok a legidősebb, ezért én rám esett a választás. Na de manapság már nem a cigány vajdaság dominál. A cigány vajdaság az inkább egy köznév, egy családi titulus, én sok jelentőséget nem tulajdonítok neki. Ma inkább a politikai tevékenységem határozza azt meg, hogy tényleg elismert ember vagyok, nem csak a, a városban, a megyében, hanem ország, országosan is. És tényleg én azon vagyok, hogy a cigányügyet szolgáljam 1998 óta. De kanyarodjunk vissza a gyerekkorhoz. Mi felhőtlen gyerekkorban nőttünk föl, de azt mindenféleképpen elmondanám, hogy annak idején a családnak a fekete báránya én voltam, mert ahol lehetett egy rosszaságot csinálni, ott mindig én voltam. A... Az, a... az iskolában is jelen volt az iskolában. A az iskolában nem, inkább iskolán kívül. Olyan társaságokból keveredtem mindig, akik nem jó fát tettek a tűzre, de ezt majd egy később időpontban majd részletesen is ki fogom nyilvánítani, nem ebbe a műsorban, hanem tájékoztatni fogom az embereket arról, hogy valójában a fiatal koromban milyen csintalanságokat, milyen dolgokat követtem el. Az iskolai éveimet itt fejeztem be Szexárdon, nyomdaipari offset gépmester a szakmám, de nagyon sokat nem dolgoztam benne, mert mi, édesapámnak olyan vállalkozásai voltak, ami először fuvarozással kezdtük a tüzépen, két lóval, utána két fogattal fuvaroztunk, és amikor a tüzé bezárt délután három órakor, akkor az volt a dolgunk, hogy elmentünk édesapámnak a bontásához, és akkor ott pucoltuk a téglát, és segítettük a munkát. Elég fiatalon kezdtük el dolgozni, és ezért abban az időben még nem ösztönzött bennünket annyira, hogy magasabb iskolai végzett, magasabb iskolákba ott is végezzünk. Ma ezzel az észel nagyon-nagyon sajnálom, hogy sajnos nem tudtam eljutni egy egyetemre vagy egy főiskolára, mert ma az nagyon-nagyon sokat számítana a közéleti tevékenységemben is. Ezért én arra ösztönzöm a fiamat, hogy tanuljon. Mert a tudást azt senki nem veheti el tőle, és nem akarom azt, hogy segédmunkásként tengesse le az életét. Egy ügyes, értelmes gyerek, az első Béla gimnáziumba jár, most harmadikos, és biztos vagyok benne, hogy tovább fog tanulni már azért is, mert nekünk annak idején, ugye 47-48. életében vagyok, nekünk abban az időben nem adatott meg sajnos ez bennünket. Az ösztönöz, hogy tényleg, ő majd, ma olyan időt élünk, hogy egy érettségével lassan segédmunkásnak sem mehet el. Nem sok Tehát, mindent tud csinálni, mert így van. Nem, így van, és ezért ösztönözzük arra, hogy tanuljon. A család életemről annyit szeretnék elmondani, hogy egy kiegyensúlyozott család életet élünk. Modern cigányházas pár vagyunk, a feleségem egy tanult asszony, tehát tényleg a mi családunkban nincs olyan, hogy italozás, nincsen veszekedés. Mi egy kis összezördülések vannak, szóbelileg, de hát melyik családban nincs az meg? Szeressük egymást, 19 éve vagyunk együtt, tényleg felhőtlen a családi életünk, ezt a körülöttünk lakó magyar emberek is elmondhassák, és én az eddigi tevékenységemre is büszke vagyok, amit megcsináltam az életemben. Én azt hiszem, hogy Szexárdon, illetve a megyébe a cigányügyért, a cigányokért én már letettem itt valamit az asztalra, és én azt mondom, hogy én a hátralévő életem részében is romügyeket akarok képviselni. Szeretek segíteni az elesett embereken, a szegény embereken, a szegény emberek ügyeit, akik nem tudják nem tudják ellátni ön feladatukat, hanem tényleg segítségre szorulnak is. Mindenféleképpen 17.-18. éve már ebben a dologban dolgozom. Sokan látnak vélt vagy valós ellentéteket a cigányság és a magyarok között. Ezt nem a mi tisztünk eldönteni, hogy valóban van-e. Gyerekkorában volt -e ehhez hasonló helyzet, mint ami most mondják, hogy kialakul itt Magyarországon? <coughs> Hát a régen nem volt ilyen. Ugye mondják azt, hogy a, rendszerváltás, a rendszerváltásnak a legnagyobb vesztesei a roma emberek, és tényleg így van. Itt a legnagyobb problémát én abban látom, hogy sok magyar ember nem ismeri a roma kultúrát, nem ismeri a hagyományokat, nem ismeri a népszokásait. Régen, év, hát évszázadok óta itt lakunk Magyarországon. Az elmúlt időszakban nem volt ilyen, hogy ilyen cigány-magyar konfliktusok. Akkor is voltak kisebb összezördülések, de de nem tulajdonított neki senki jelentőséget. Ma azt az időt éljük, ugye, hogy gazdasági válságban az emberek egyre szegényebbek lesznek, és ráérnek egymással foglalkozni. Én azt mondom, hogy cigányügyek akkor is voltak, de akkor nem voltak olyan nagyok. Most mindenki miránk éle, éle, élesíti ki a karmait, és bennünket piszkálnak. Pedig semmit nem változott azóta a mi szemléletünk. Akkor ugye a tisztességes, korrekt ember akkor is meg volt becsülve, most is meg van becsülve. De ma én nem tudom, hogy mi történt. Miért mi vagyunk, miért a mi népcsoportunk látja ennek az országnak, a, a, a kárát, miért mi ránk akarja ráterelni. Az egész ország politikája ránk tereli a figyelmet azért, hogy a valós, helyzetek, a valós helyzetekről elterelje a köznépnek a, a véleményét. Ugye történtek az országban ezek a, a gyilkosságok, sorozatgyilkosságok. Hát nem tudom, hogy ez mi módon történhetett, milyen megfontolásból történhetett meg lehet, hogy rasszista indítékből, mert egy elvetemült három-négy ember erre tette föl a, az életét, hogy ilyet csináljon. És pont ugye abban az időben nem is olyan embereket, olyan cigány embereket öltek meg, végeztek ki, akik nem tudtak integrálódni a többségi társadalomhoz, hanem pont olyan ártatlan emberek kerültek bele ebbe a gyilkossági sorozatba, akik pont tenni akartak valamit a családjukért, a gyerekükért, tényleg a környezetükért is tettek, dolgos emberek voltak, és hát ilyen ártatlan emberek kerülnek be ilyen dolgokba. Én el szeretném mondani azt, hogy itt Tolna megyében, hála Istennek elmondhatom, hogy el ne kiabáljam azért, itt tényleg a béke szigete van ilyen szempontból, és rengeteg, de rengeteg magyar ember tiszta érzelmű, és itt nem, nem bántják a roma embereket. De én azt hiszem, hogy elmondhatom azt is, hogy például szexárd viszonylatában bátran kimerem jelenteni, hogy az országban talán itt van a legtöbb roma vállalkozó. Amikor hozzájutunk egy épületbontási munkához, vagy valamilyen munkához, mi elmegyünk hetelni, a másik munkánk mellett elmegyünk hetelni, csak a hétvégeken jövünk haza a családjainkhoz, mert pont megpróbáljuk azt, hogy a családunknak egzisztenciát teremtsünk, és ezért sajnos nagy áldozatokat hozunk. De egyben örülünk is, hogy vannak ilyen munkálataink, mert ezáltal tudunk segíteni a szegény embereken is. Ennek kapcsán jött egyébként képbe vagy szóba a felzárkóztatás. Tehát mi a vélemény a romák felzárkóztatásáról, illetve egyáltalán van-e szükség felzárkóztatásra? Hát szerintem felzárkóztatásról nem kellene beszéljünk, mert mi itt születtünk ebbe az országba. Elsősorban mi magyar állampolgárok vagyunk. Az állampolgárságunk mellett egy nemzeti és etnikai kisebbségi népcsoporthoz tartozunk, amire természetesen büszkék vagyunk, mert nagyon színes kultúránk van, és azt azon is vagyunk, hogy ezt föntartsuk, ezt bemutassuk azoknak, akik nem ismerik, és mindvégig én azt mondom, hogy azokat az emberek, akik nem tudnak beilleszkedni a, a többségi társadalomhoz, az integrálás szó az, szerintem egy nagyon-nagyon csúnya szó, mert nekünk nem kell senkihez integrálódjunk. Mi első szám, első személyében magyar állampolgárok vagyunk. És azok, akik nem tudnak beilleszkedni a többségi társadalom, ez népcsoporttól függetlenül, minden népcsoportban, fajtól, börtől, hajszintől függetlenül. Vannak olyan emberek, akik esetleg nem tudják megtalálni pontosan, a helyüket. Az... Pontosan ez mindenhol megvan. Én nem mm -hmm. tudom, mi cigány emberekként, valamikor, amikor apa, édesapám arra összönzött bennünket, hogy vállalatnál szerezzünk tapasztalatot is, tényleg az akkori városgazdálkodásnál, a gépkocsi vezetőn mellett segédmunkás voltam, rakodó voltam, a társam, egy magyar ember volt, és váltottuk egymást. Mi annak idén egymás kajájából lettünk, egymás italiából megkínáltuk egymást, és tényleg nem volt olyan, hogy én cigány ember vagyok, nem éreztem különbséget. Ma sajnos sok olyan ember van, hogy igenis el kell mondjam azt, hogy amíg ezelőtt három-négy évvel nem találkoztam eh, eh, diszkriminációs eh, dolgokkal, ma egyre többen, egyre többet találkozok vele, járom Tolna megyét, és hagyd mondjam el, hogy nem diszkrimináción kezelem ezt az ügyet, de ugye van egy kisebbségi törvény, amit a kormányzat hozott meg, és abban vannak különböző olyan esetek, ami egy kisebbségi önkormányzatot megillet. És sajnos nagyon-nagyon sokszor tapasztalom, akár itt a megyében is, hogy a kisebbségi önkormányzatoknak nem biztosítják azokat a feltételeket, ami törvényben van foglalva, és kellene biztosítsanak neki. Ugye elmondanák egy pár dolgot, járna nekik egy olyan irodahelység, teljes infrastruktúrával felszerelve, ahol a kisebbség ügyeket minél hatékonyabban el tudják látni. Sok kis település ezt nem biztosítja a számukra és nem akarok megsérteni senkit, de sok kis településen egy jegyző, egy polgármester azt hiszi, hogy mindenhol ő a mindenható, és Mindenhol, az ilyen helyeken, ahol ilyen dolgok alakulnak ki, utána azonnal meg tudnak oldódni azok az ügyek, amikor nemzeti esetünk egy kisebbségi területi koordinátorként kimegyek. Utána egy-két héten belül elrendeződik az ügy. De hát kérdezem én, amíg én nem megyek le az adott település, és nem beszélek a polgármesterrel, illetve jegyzővel, jegyzőasszonynal, hogy ugye három éve van ez a törvény, Három éve léteznek kisebbségi önkormányzatok, és van, ahol még a mai napig sincs kisebbségi önkormányzat, nincs felszereltségük. A kisebbségi önkormányzat elnök a lakásán kell, hogy ellássa a, a felmerülő cigány problémákat. Van-e egyébként utánpótles az ön munkájában? Tehát, hogyha majd esetleg egyszer leteszi ezt a, ezt a tisztet, akkor lesz -e, aki folytassa? Hát gondolkodom rajta, és hát a, a cigánság. A, hozzám tartozott cigány emberek ösztönöznek engem, hogy a kisebbségi politikát ne hagyjam e, abba. Ugye egy szexárdon kidolgoztunk egy olyan fajta programot, hogy akár az iskolától kezdve az oktatás területén minél többen e, e, tanuljanak. Éppen a napokban voltam Farkas Flórián a Longodrom országos elnöke, ahol egy tréninget tartottunk, és ott derült ki azon a foglalkozáson, e, hogy Egyre örvendetesebb az a dolog, hogy egyre több fiatalunk van egyetemen, főiskolán, és hagyd mondjuk egy tényszerű adatot, hogy csak megközelítsük, hogy milyen a magyarországi roma gyerekeknek a tanulási szándékuk úgy, hogy a felsoktatásokba el tudnak kerülni. Európában ezelőtt egy 15, 15 évvel 3-4 gyerek tudott eljutni a felsoktatási intézményekben. Ma ez Magyarországon 3000 főre tehető, és azt hiszem, hogy ez egyre több lesz, és vegyünk egy példát, vegyük Spanyolországnak a példáját, ahol 18 millió nem, nem mondok rossz számadatot, 18 millió cigány ember él. Három, hivatalosan három személy, három roma származású személy tanult felsőoktatási intézményekben. Szinte nevetséges. És ezzel szemben Magyarországon egyre többen vannak. De természetesen vannak nehézségeink. Egy felsőoktatási intézményben, ha bekerül egy roma gyerek, roma kislány, és ha egy olyan családból próbál kiszakadni, ahol szegény a roma család, sajnos nem tudják finanszírozni a továbbtanulási költségeket. Ugye, hogyha elmegy, fél évente kell fizetni, nem tudom hány tízezer forintot, szállás kell biztosítsanak, szállás kell nekik fizessenek, és ugye a tankönyvek, azok a dolgok, amik egy felsőoktatási intézményben kell, azt sajnos nem tudják biztosítani és a kormányzati oktatási politika azért nem jó, mert ami idáig is volt, hogy a hátrányos helyzetű gyerekeknek, amik jártak kedvezmények, ösztöndi pályázatok voltak, idáig minden évben ki voltak írva, sajnos ez a kormányzati ciklus azt is elvette a gyerekektől. Tehát, és azért mi szerencsések vagyunk itt a megyébe, mert a megyei közgyűlés, ...nek, a megyei közgyűlés biztosít rom, hátrányos helyzetű roma gyerekek részére e, két millió forintot, és azt a roma gyerekek minden évben iskola kezdésé, amikor van, azt meg tudják kapni. Országosan is megvolt ez a helyzet, a Magyarországi Cigányokért közalapítványánál minden évben ki volt írva. Sajnos ez, ez a pénz is eltűnt valahonnan, valahová, és ezáltal országos viszonylatban az egy nagyon-nagyon jó pénz volt, és ösztönözte a roma gyerekeket arra, hogy minél hatékonyabban, jobban tanuljanak, magasabb átlagot érjenek el, mert ezáltal magasabb fejkóta pénzt kaptak. És hát ez, ez, ezek a, a lehetőségek eltűntek, és ehhez a dologhoz hozzá szeretném tenni, hogy itt helyi szinten minden oktatási intézménnyel napi kapcsolatban vagyok, igazgatókkal, gyermekvédelmi felelősekkel. Hála Istennek nagyon-nagyon kevés probléma van e, roma gyerekek körében. És hát én arra, ezt, arra azon az álláspontra jutottam a, a, az intézményvezetőkkel, és ezt minden magyar szülőnek is elmondom, hogy Iskolába nincsen cigánygyerek, nincsen svábgyerek, nincsen szerbgyerek, és nincs magyar gyerek. Oktatási intézményekben tudomásul kell venni, hogy ott tanulók vannak, gyerekek, akik tanulnak. Megkülönböztetni nem szabad őket, nem is teszik, hála istennek. És azon belül ugye, hogyha van egy olyan probléma, hogy nem. Konkrétan a cigányokhoz kell kötni azt, hogy hátrányos helyzetű vagy nem. Mert eh, elég sajnos az a dolog, hogy eh, sajnos jóval többen vannak eh, magyar gyerekek, akik hátrányos helyzetben vannak. Nehéz helyzetben így van, rengetegen vannak ma az országban. Igen. És elmondanám azt, és sok magyar ember nem tudja a szociális juttatások gyanánt, hogy csak egy egy, hason, egy hasonlatot szeretnék elmondani, ha azt mondják, hogy segély, akkor azt hiszik, hogy a cigányok kapják. Én a, a szexárdi Szociális Bizottság képviselője vagyok, mint külsős tag, és elmondanám azt, hogy körülbelül a magyar emberek háromszor, illetve négyszer többen vannak, akik rászorultak, és igénylik a, a szociális egyéb külön juttatásokat. És ez országos viszonylatban is így van. És... Itt szeretném elmondani mindazoknak az embereknek, hogy én nem értek egyet olyan dolgokkal, a szociális kártya bevezetés. A szociális kártya bevezetését Magyarországon egy pozitív diszkriminációt idézne elő. És ezeket a, a akik szociális segélyre... E, szorultak, ezek hátrányba kerülnének, mert a vízüket, a villanyukat, egyéb juttatásokat, az iskolát kifizetni a gyerekeknek, az étkeztetés, egyéb dolgokat, a szociális kártyagyanát nem tudnánk fizetni különböző dolgokat. Mi lépne föl? Az, hogy aki tehetősebb, aki megteheti, jó módú ember, Mondjuk egy számot mondok, ha lenne egy 50 ezer forintos szociális kártyája valaki, és mondjuk meg akar inni egy sört, nem kell, hogy alkoholistenben legyen, mert ugye nincsen ö, anyagi fedezet a kezébe, akkor arra ösztönzi ezeket az embereket, hogy az 50 ezer forintot érő kártyát egy jobb módú embernek, odaadja 30 ezer forintért. Én azt mondom, igen, hogy akik rászorultak és segére jogosultak, azok nem mind tisztelet a kivétel, nagyon-nagyon kevés olyan ember van, aki az itarra, illetve olyan dolgokra költi, hogy nem a családjára. Tehát én ezzel egyáltalán nem értek egyet, és a legutóbbi a napokban történt képzésünkön, amely Tolna megye kisebbség önkormányzati képviselők vesznek részt minden hónapban, azon az állásponton volt mindenki, hogy szociális kártyát, a lehetséges, polgármesteri hivatal sehol ne fogadják el. Sajnos az időnk végéhez érkeztünk, pedig még szerettem volna, hogy, hogyha egy picit beszélünk a magánéletéről, majd remélem, hogy legközelebb lesz ebben részünk. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, nézőinknek pedig a figyelmet. Köszönöm viszontlátásra. Köszönöm a lehetőséget.